Zajlik az elnökválasztási kampány Oroszországban, aminek időpontját az orosz parlament felsőháza március 18-ára írta ki. Az eredmény tekintetében nagy meglepetésre senki nem számít, főleg, hogy a választási bizottság megakadályozta a legnépszerűbb liberális ellenzéki jelölt indulását. Szigorú biztonsági intézkedések ezelőtt a moszkvai épület előtt. Nem csoda, hiszen a következő két hónapban kulcs szerepet tölthet be ez a helyszín. Itt rendezték be ugyanis Vlagyimir Putyin elnökválasztási kampányának fő hadiszállását. Bár a kampány hivatalosan már december közepén megkezdődött, a jelenlegi orosz elnök most először látogatott el a neki dolgozó önkéntesek közé. Üzenőtáblájukra azt írta, köszönöm a bizalmukat és a csapat munkát. Egy kampányközpontban dolgozni nem formális dolog, az emberek a közvetlen kommunikációt várják, ezért fontos, hogy az a leghatékonyabb, leghasznosabb és legőszintébb legyen, mondta a kampánya céljáról Putyin. A főként fiatalokból álló csapat lelkesen fogadta, a találkozó végén pedig ő is kapott egy kampányszlogennel ellátott pulóvert. Ezek közül az egyik azt hirdeti, hogy erős elnök, a másik pedig, hogy csak előre. Putyin itt már egy vasúti és villamos szerelvénygyártó üzemben látható, ez nem kampányesemény, pedig annak is beillene. Az üzemigazgatója ugyanis a látogatás során kijelentette, kifejezetten az orosz kormány támogatásának és hatékonyságának köszönhetik, hogy cégük a 2009-ben tapasztalt mélypont óta újra erőre kapott, és ma már újfajta elektromos járműveket is fejlesztenek. A vállalatvezetőnek Putyin további támogatást ígért, többek között kedvezményes hitelt azoknak, akik az ő járműveik közül vásárolnak. Az orosz elnök friss ígéretei között persze olyan is van, ami nem csak néhány önkormányzatot, hanem több mint 4 millió embert is érint közvetlenül. Putyin ugyanis szerdán bejelentette, május 1-től megemelik a minimálbért, ami így eléri majd a létminimum összegét. Vlagyimir Putyin egy korábbi bejelentése szerint nem az általa alapított párt az egységes Oroszország színeiben, hanem független jelöltként indul a sorban második, de összességében immár negyedik elnöki ciklusa elnyeréséért. A választási testület január végéig fogadja el az indulni kívánok jelentkezését, a végleges jelölti lista várhatóan február 10-ére áll össze. Az már biztosnak tűnik, hogy Vlagyimir Putyin kihívójaként elindul az államfői pozícióért az eddig főleg tévés celebként ismert Ksenia Szobcsak, a jobboldali populista liberális demokrata párt vezetője Vlagyimir Zsirinovszki és a kommunista párt jelöltje is. A liberális ellenzék legnépszerűbb alakja azonban nem indulhat az elnök választáson. A többek között tömegtüntetéseket és korrupció ellenes megmozdulásokat szervező Alexej Navalnyi jelölését a Központi Választási Bizottság bűnözői múltjára hivatkozva utasította el. A kétes döntés azonban az Európai Unió szerint megkérdőjelezi az egész orosz elnök választás demokratikusságát.